Májusban 9 független színházi produkciót látott vendégül a Maszk Egyesület. Az áróprodukció Szűcs Nelli egyszemélyes fedáksári estje volt. Az előadás azzal a céllal jött létre, hogy felelevenítse a 20. század egyik legnagyobb magyar színésznőjének emlékét, megismertesse a közönséggel nem mindennapi életének részleteit, és igazságot, valamint elégtételt szolgáltasson számára mindazért a méltánytalanságért, amelyben ez a kivételes művésznő részesült. Ha nem tiszteljük a múltat, és akkor így lehet a történelemre visszagondolni, ha meg a színházi történelemre gondolunk vissza, ami, mit tudom én, 150-180 évet foglal magába, tehát persze, hogy beszélnünk kell a nagyokról, vagy a nagyokon keresztül egy történelmi korszakról. Úgyhogy minden benne van. Tehát én is azért kezdtem el foglalkozni vele, mert érdekes volt nekem ő, mint egyéniség. És úgy akartam róla beszélni, hogy ki volt ez a fedáksári. Mert hiszen nem lehetett akárki, mert se az egyik oldal nem szerette, se a másik. Tehát amikor valakit lekommunistáznak 19-ben, 45-ben meg már antiszemita, és stb. Stb. Tehát ő egy olyan személyiség volt, aki megjárta a mennyet és a poklot, mi alatt élt. Próbáltam összeszedni csokorba azokat a dolgokat, amelyek közösek bennünk. Tehát nem csak az, hogy Beregszászról származik, hanem mit gondolok én is a világról, Istenről, a színházról, alázatról. Ezeket próbáltam, és így egész a gyerekkorától a haláláig. Az előadás Fedáksáriról minél teljesebb képet igyekszik rajzolni. Az alkotók a színésznőt és az embert egyaránt be akarják mutatni. És egész Magyarországot is, mert sajnos még a történelem órákon nem igazán beszélgetnek nyíltan dolgokról, hogy mi minden volt. Vagy burkoltan, mert nem lehet beszélni. Én lehet valakinek nem tetszik, én nyíltan beszélek dolgokról, mert ő is nyíltan írta meg a viszonyát. A kommunizmus iránt, akár a háború, tehát a 39-45-ig zajló dolgokról mi volt a véleménye. És tehát ő, aki megszületik a 19. század végén, és meghal 1955-ben. Tehát annyi minden történik Magyarországon, ha csak vesszük a századfordulót, aztán jön az első világháború, a Trianon, első kommunizmus, akkor jönnek a 38-ban, 39-ben ugye a megtorlások a zsidók ellen, akkor vége van a világháborúnak, tehát annyi minden történik, hogy mondjuk én személyesen, mint Szűcs Nelli, nem tudom, hogy tudtam volna ezeken keresztül végigmenni, hogy nem bolondul bele az ember, hogy csak a hazájával mi történik. Ha csak mindig úgy bolondozni szoktam, hogy mi történik például csak a divatvilágban. Megszületik egy korabeli, egy olyan világban, ahol még korabeli ruhákat hordanak, kisasszony, stb. És majdnem mini szoknyát hordanak. Úgyhogy ez is benne van. Tehát, hogy egy színésznőn keresztül, egy emberen keresztül megmutatni azt a világot, ami itt volt tegnap. Mert ez olyan közel van, ez az elmúlt 100 év, hogy mi nem tudjuk felfogni, és amikor foglalkoztam az anyaggal, megint csak arra jövök rá, hogy az ember nem változik, mint olyan. Most épp Euripidésznek a médiájával foglalkozunk, és persze, ez még nem tudom hány ezer éve ezelőtt íródott, azt veszed észre, hogy az ember, mint olyan, nem változik. Hogy értett a színpadhoz inkább azt, hogy egy volt vele. Öröm volt számomra, amikor elolvastam az első könyvét, az első naplóját, azt nagyon nehéz most megszerezni, bár már nekem a két példányom is belőle, mert ajándékba kaptam majd a premierre. Ez az Út közben című könyve, amit 29-ben adtak ki. És amikor elolvastam benne, hogy ő, mint gyerek, abban az épületben látott először színházat, meg ott lépett fel először, ahol a mi beregszászi színházunk van most,
meg hát, ahol én kezdtem a pályámat, azt mondtam, hogy nincs véletlen, tehát ezt nekem csinálnom kell. Az emlékest anyaga részben Fedáksári emlékiratából, részben egyéb megemlékezésekből, a művésznő leveleiből, a Színháztörténeti Intézet dokumentumaiból, illetve a Színházi Élet című folyóirat régi számaiból állt össze. Az előadás ugyanakkor nem csak Fedáksárit és korát mutatja be, de arra is kitűnő példával szolgál, mennyit változott a színjátszás az elmúlt évszázad során. Ő, amikor először felmegy Pestre és látja azt a fajta színházat, tehát látja az első operetteket, az első ilyen zenés színházat, ő is el van ájulva. És akkor, amikor ő eltelik akár 5 év, ami nem sok, de ő már úgy robban be, hogy valami újat hoz. Tehát lesöpörte azokat a primadonnákat, hiszen ő azt mondják, hogy ugye nem tudott nagyon énekelni, vagy nem volt olyan énekhangja, mint ezeknek a primadonnáknak, de valami olyan többlet volt benne, hogy mégis lesöpört mindenkit, ezért persze kezdték utálni, hogy akkor ő jött, és benne volt ez a vágy, hogy mindig újítani, hogy nem lemaradni, tehát hozni magammal azt, amit tudok, de mindig újítani, más utakra lépni, keresgélni. És akkor eljött az az időszak, amikor Molnár Ferenccel élt ugye együtt, hogy rájött arra, hogy az operettben, tehát ebben a műfajban ő már mindent tud. Tehát rendkívül... Azt lehet ugye olvasni róla, hogy úgy tudott a testével bánni, meg táncolni, mint senki más. És akkor rájött arra, hogy kell valami más. És így hiába Max Reinhardt kérte, ugye annak a kornak a egyik legnagyobb színházi rendezője, amikor Bécsben volt Sári, hogy térjen át a drámai szerepekre, hogy maradjon ott, és tehát akkor még... Azt mondta, hogy nem, neki ez, ő ezt csinálja, és akkor még nem gondolt arra. Aztán mégis megfordult benne, és akkor írta neki Molnár Ferenc az első, úgymond drámai szerepet, a Karnevált, és akkor elindult ő ezen az úton is. És bizony azt írták róla, hogy semmivel sem rosszabb, mint az operettben. Tehát... És én is így gondolkodom a színházról, ahogy ő. Tehát, ha jön egy szerep, tehát az, ez nem favágás. Tehát, amikor jön egy új téma, egy új szerep, az egy teljesen más ember. Tehát elkezdesz foglalkozni annak az embernek az életével. Tehát megpróbálod elhelyezni önmagadat abban az emberben, és akkor keresgéled az utakat. És ahogy ő mondja, ha 1 centiméterrel is előrébb jutottam, akkor már nem éltem, és nem dolgoztam hiába. De tehát ez kell a mai fiataloknak. Én mindig azt mondom, hogy újat csak úgy lehet építeni, ha a régit is hozod magaddal. Tehát, hogyha megtanulod, hogy mi volt régen. Tehát a fundamentum, ha erős, akkor lehet rá házat építeni. És ez a fundamentum nekünk, színészeknek, ez az a fundamentum, amit a régiek leraktak. Tehát, és úgy lehet mindig megújulni, és ezt az újat hozni, vagy ötvözni a régivel. Színészet nem hivatal. Az alázatról, mint olyanról. Már akkor írja a 20-as években, hogy... Már akkor eltűnt, úgymond jönnek a fiatalok, és azt mondja, hogy már nincs az az alázat benne a színpad iránt, amit ő tanult valamikor, vagy ismerve ugye Jászai Marit. Nagyon jóba lett. Egy ideig Jászai Mari nem szerette Fedáksárit, azután megnézte egy másik szerepben, és akkor nagyon nagy barátnők lettek. És ő nagyon sok mindent hozott onnan is. Tehát amikor, és akkor ír a Fedáksári, hogy mit engednek már meg. Közben volt egy iskola, hogy mit kellett ott megtanulni, és ezek a fiatalok, tehát ezeknek a fiataloknak azt mondja, hogy vissza kell menni oda, abba az iskolába, és megtanulni az alapokat, hogy hogyan, mit szabad. És én ugyanezt gondolom, hogy a mai világban, amikor már nem tudjuk például lerakni a telefont a kezünkből, mert próbálni is úgy vagyok, hogy itt a telefon, és akkor nem. Tehát tudni kell, hogy ez egy szent hely.
ez egy templom. Tehát nem véletlenül lehet, hogy ma is egy templomban kaptunk helyet, hogy itt fogjuk játszani a Fedák Sári. Tehát ő a templommal hasonlítja össze, hogy neki számára a színház az mit jelent. És ha tényleg úgy gondolod, hogy te nap mint nap a színpadon belehalsz, tehát feláldozod magad, tehát akkor hogy ezáltal te adsz, és nem csak kapsz. Mert mostanában csak mindenki sztár akar lenni, rögtön, hogy ismerjék, és stb., de hát ezért rengeteg mindent bele kell fecolni, bele kell pakolni, hogy te majd onnan kaphassád. Napjainkban az alázat és a felelősségvállalás gyakorta kerül szóba. Leginkább olyan kontextusban, hogy sem ebből, sem abból nincs elegendő. Különös szembesülni azzal, hogy már Fedák Sári is az alázatot hiányolta. Lehet, amikor az ember idősebb, és úgy tekint vissza, hogy én bezzeg az én koromba, ugye a szüleinktől is mindig ezt halljuk, de tényleg van valami, olyan, mintha az emberiség mindig elveszít valamit, ilyen aprólékosan, de valami fontos dolgokat veszítenénk el. És egyszer csak eljutunk majd a világ végéig ezekkel a pici elvesztett apróságokkal. Például arra gondolok, hogy engem még megtanítottak édesanyám, hogy elsősorban én felfogtam azt, hogy én nőnek születtem. És hogy akkor főzni, vasalni, apám nadrágját, hogy az a csík még benne legyen. Tehát egy csomó mindent megtanultunk, mert nem voltak ezek az okos gépek. Most már nagyon sok mindent ugye helyettünk csinálnak meg az okos gépek. És az, hogy a fizikálisan dolgozni, ez nem szégyen. Ezáltal az ember megtanul az, hogy valamit véghez kell vinnem, és annak van eredménye. Na most minden csak így. Azt mondjuk a gyereknek, hogy te csak tanulj, mert csak tanulni kell. Nem. És itt én azt gondolom, hogy ez egy apró dolog, és közben nagyon nagy, hogy megtanítani a lányokat, hogy mi vár rájuk nőként, a fiúkat, meg mi kell, hogy legyen, amikor férfivé válik, és családapa lesz, és stb. Stb. Úgyhogy ilyen láthatatlanul, de elmennek mellettünk valahogy ezek a dolgok. Az, hogy felelősséget vállalok, egy gyerekért már, amikor jön a család. De ezt már annyira kitoljuk, ugye, hogy majd. De felelősséget kell vállalni azért is, amit csinálok. Én mindig azt mondom a gyerekeimnek, mindegy, hogy ki leszel. Tehát én azt szeretem, meg szoktam figyelni az utcaseprőket például. És megnézem, hogy szépen söpri föl a dolgokat, mert ha nem, akkor azt sem érdemes csinálni. Tehát én hiszek abba, hogy bármit csinálok, akkor az szépen. Szűcs Nelli és Fedák Sári között számtalan párhuzam vonható. Nem csak az, hogy mind a ketten Beregszászon születtek, de a világlátásukban és a színházhoz való viszonyulásukban is rengeteg a közös pont. Azt olvastam, kaptam néhány ilyen régi színházi újságot, és ott van egy interjú vele, és akkor írja, aki az újságíró írja, hogy betoppantam Fedák Sárihoz, és azt vettem észre, hogy az asztalán régi görög szobrok, régi könyvek Görögországról, és ott is ugye, ahol a szobrok állnak, és kérdezem, hogy Sári, hát ez mi? És azt mondja, hogy készülök egy görög szerepre, és ezekből a kéztartásokból, meg lábtartásokból csinálok egy táncot magamnak. Tehát kinek jutna ez eszébe? Tehát én amikor ezt elolvastam, mondom, ilyen nincs. Tehát, ő erre is rájött, hogy végignézi a szobrokat, hogy melyik szobor hogy áll, a régi görög szobrok is. És akkor ő ebből lassan ki. Tehát ez egy munka. Tehát erre rá kell jönni, gondolkodni kell, ugye? Tehát ez egy folyamatos munka. Szűcs Nelli nem először dolgozott Szegeden. 2001-ben a Sárdafász a Himboszorkány című előadásban láthatta őt először a szegedi közönség. Akkor még a Beregszászi Társulat tagja volt. Senki ne irigyelje esetleg, mert azért voltak hangok, hogy mi ott vagyunk most a Nemzeti Színházban. Mi végigjártunk egy stációt. És megint csak annyi mindent tanult az ember ez alatt, és soha nem úgy kezdtük, 93-ban kezdtük a színház csinálást, tehát Beregszászon akkor nyitottuk meg a
Beregszászi és Gyula Magyar Nemzeti Színházat, hogy akkor én majd a nemzetibe leszek. Nem. Színházat akartunk csinálni, azért volt fölvéve az osztály eleve a kijevi főiskolára, hogy akkor ez az osztály Beregszászon alapít majd egy színházat valamikor, ugye 4 év után. És akkor egyszerűen csak beindult, tehát akkor biztos szerencsénk is volt, bár nem volt pénzünk, ha nem a szüleink, akkor mi nem eszünk, tehát kávéra volt, kávéztunk a fizetésből, és mi már 21 évesen, nem mondom, hogy színészek voltunk, a diploma volt a kezünkben, mert nem lehet az ember rögtön főiskola után, hogy színész vagyok, nem. Idő kell megint, hogy a tarsolyodban sok minden legyen. Néhány év legalább, hogy akkor igen, én az lettem. Addig csak egy diplomás fiatal ember, vagy fiatal hölgy voltam, és akkor mi kibírtunk nagyon sok mindent, másfél év után volt egy robbanás a színházban, mert nagyon sokan nem bírták ki, ugye már család volt, és hát szerettünk volna öltözködni, mint általában mi is normális fiatalok voltunk, tehát megvoltak azok az igények, tehát nem azt jelenti, hogy igénytelenek voltunk. Visszaemlékszem, hogy én mikor mentem először nyaralni a családdal, hát akkor már megvolt mint a 2 gyerekünk. Úgyhogy egyszerűen végig mentél valamin, és a Jóisten, abban is hiszek, hogy ő fogta például az én kezemet, és erre a pályára irányított, és aztán lassan, centiméterről centiméterre eljutottunk egy nagy kanyarral Debrecentől ugye a Nemzeti Színházig. De hát addig tényleg sokszor jártunk itt Szegeden, és én mindig azt gondoltam gyerekkoromban, ahol a Tisza folyik, az olyan, mint hogy otthon lennék, mert ugye az én falumban Tiszaújlaknak hívják az én falumat, és először az én falum, mindig a falumon keresztül megy át a Tisza, úgymond Magyarországra. A híd alatt volt ugye a határ, csak az volt az érdekes, hogy a házamtól 200 méterre volt ez a határ, amit 45-ben ugye az orrunk elé tettek, mert édesapám még a magyarok alatt született. Úgyhogy gyerekkoromban mindig néztem, hogy mi a fene lehet ott olyan érdekes, a tiszabecsi házakat lehetett látni a tetejét, de ez a még a Tisza is ott folyt el, ugye, hogy ezt kihasználták a szovjetek, hogy akkor még nehezebb legyen esetleg, ha valaki át akar futni. Úgyhogy még ez a Tisza is összeköt engem Szegeddel, ahogy Fedák Sárival is. Fedák Sárit látja Pompadour szerepében. Gyönyörűség volt a nézőszerepében. Minden előadásommal úgy vagyok, hogy adni, hogy valamiért, miért csinálom ezt. Tehát nem csak önmagamért, hogy akkor én itt szeressetek, eljöttem hozzátok, és csak tapsoljatok, nem. Hogy együtt. Nekem a színház az, amikor a néző között és én közöttem valami létrejön. Mert én ezt a valamit hívom színháznak. Lelkét! Magának, Zsazsa, egy színész! Csak egy helyen fogadni kell. A színpadon.